szeretettel köszöntelek benneteket én is, az Úr Jézus Krisztus szeretetével. És ma esti gondolatunk az az lesz, hogy mit adhatok Istennek? Erre a válasz az, hogy mindent vagy semmit. Emberileg semmit, Isten által viszont mindent. Ki van ide írva, és majd beszélni is fogok róla, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek lehetséges, mert Istennek minden lehetséges. Hadd mondjak nektek bemutatkozásképpen három rövid történetet az életemből, amikor megtapasztaltam azt, hogy Isten semmiből létrehozott valamit. Csodálatos dolog az, hogy van egy lassan 11 hónapos kisfia. És játszhattunk, és beszélgethetünk, és látom, hogy fejlődik. Csodálatos dolog volt, hogy ott lettem a szüléskor. Anyás szülés volt, de hát én is ott voltam, apás szülés is. És nagy megtiszteltetés volt, hogy elvághattam a köldöksinort. És ez egy csoda, hogy 10 évvel ezelőtt mi még nem voltunk házasok a feleségemmel. 12 évvel ezelőtt nem is ismertük egymást a feleségemmel. És Isten pedig úgy gondolta, hogy ez a kisfiú ne kéne szülessen. És azt mondta, hogy hát itt van egy fiú. Ezt a fiút lehetne egy jó férfivá formálni. Ezt az embert lehetne egy jó férjé formálni. És aztán jó apává. Ugyanígy gondolkozott egy hölgyről. Hogy ez a hölgy, ez kész lesz arra, hogy egy élet hölgy legyen. Utána pedig egy jó feleség legyen. Aztán pedig egy édesanya legyen. És azt mondta Isten, hogy én megáldom őket. És Isten megajándékozott bennünket egy gyermekkel, aki nem volt, de most van. És a semmiből most van egy kisfiú, akit Isten alkotott és látta, és tök érdekes volt, hogy az ultrahangos felvételeken, hogy dobog a szívem, meg már ott van, meg így mocorog, meg most már vannak ujjai, meg kisfiú, kislány, kisfiú, kislány. Ez egy nagy izgalom volt. Aztán hagyd beszéljek nektek még egy ilyen örömről. 8 évvel ezelőtt a Szegedi Új Remény Gyülekezet nem létezett, mert nem volt. Most meg van. És dicsőség az Úrnak, mert nem úgy jött létre ez a gyülekezet, hogy más gyülekezetből szakadtak ki emberek, jöttek el emberek, elcsábítottunk embereket, hanem olyan emberek, akik nem ismerték Jézus Krisztust, és nélküle éltek, megismerték őt, befogadták a szívükbe, átformálódott az életük, és létrejött egy gyülekezet. És láthattam, hogy a semmiből létrejött valami. Aztán hadd beszéljek nektek egy harmadik eseményről, az pedig az, hogy én 14 évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust. Megmondom őszintén, 14 éves koromig nem foglalkoztam Istennel. 14 éves koromtól 18 éves koromig a magam módján hittem. Tehát tudjátok, ezt mindenki ezt mondja, én hiszek a magam módján, nem vagyok ateista, ahogy is, olyan pogány azért nem vagyok, csak a magam módján hiszek. Az azt jelenti, hogy majd én eltöntöm, mi a jó, mi a rossz, ki az Isten, ki az ember, mi az én része, mi az ő része. És Isten megajándékozott azzal, hogy voltak olyan barátaim, családtagjaim, számomra idegenek, akik imádkoztak értem, akik elmondták nekem Istennek az örömhírét, a megmentő üzenetet, az evangéliumot. Megérthettem, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus. Én lassú felfogású voltam, és 2,5 éven betelt. 2,5 éven betelt, amikor először elmentem gyülekezetbe, és nagymamámtól kaptam ezt a Bibliát, és hallottam ott sok mindent Jézus, és 2,5 évbe telt, fél évenbe telt, amire megismertem őt. És tudjátok, Isten olyan kegyelmes volt, hogy egy szilveszteri bulin, amit nem a gyülekezetbe töltöttem, baráti körbe, italozással, mindenféle mással, Isten ott volt velem. És vacakul éreztem magam a bőrömben, mert tudtam azt, hogy hát lehet, hogy nem itt kéne legyek. Most gondolkoztam, hogy ennyi lenne az életem, hogy eszünk, iszunk, csajozunk, ennyi? Miért élek? Miért vagyok itt a Földön? Legyen gyerekem, adjam, örökítsem át a génjeimet, és akkor ez az életem értelme? Van-e több ebben? Van-e célja az életemnek? Van-e oka az életemnek? Szüleim elváltak. Semmi kapaszkodót nem találtam. A barátnőmmel szakítottunk. Facakul éreztem magam. És Isten ott volt velem ezen a szilveszteri bulin, Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy nem vagy jó helyem, te nem itt kellene lenni. Gyere ide mellé.
gyere ide! És a barátaim adtak egy lökést, azt mondták, hogy jön unat pofával, mert most a levegőt úgy, hogy vagy így vagy húzzál el. Ó, egyszerű. Köszönöm, Uram! Nem, én nem mondtam azt, hogy köszönöm Isten, mert csak még Isten volt, nem az én Istenem. Köszönöm Isten, hogy adtál egy löketet. És kisétáltam a buszpályaudvarra, józan voltam, volt 6 órán, amire megvártam a buszomat, és ez alatt a 6 óra alatt végig gondoltam, hogy mit tudok én Jézus Krisztusról. Jézus azt mondta, hogy egy igaz barát életét adja a társaért. És ő odaadta. Hogy úgy szeretett engem Isten, hogy tényleg odaadta az ő egyetlen fiát. Hogy aki hisz Jézusban, az ne veszen el, hanem örök élete legyen. Sőt, Isten már akkor szeretett engem, amikor bűnös voltam, mert Jézus már akkor meghalt értem, amikor semmi érdemem nem lett volna rá. És amikor ezek jártak a fejemben, azon gondolkoztam, hogy én szeretnék hinni, de nem azért akarok hinni, mert nagymamám hívő, vagy eljárok egy közösségbe, vagy olvasok egy könyvet, hogy Jézus meghalt értem, de föltámadt. És most is él. Én szeretnék vele találkozni. Békés Csabán a busz megállóban, 4-es megálló helyen, 2003. január 1-én ezt mondtam Istennek, Jézus Krisztus, ha vagy, nekem szükségem van rád, és gyere be az életembe. És azon a napon találkoztam Isten újjászóló kegyelmével, és megismertem Jézust. Nem láttam a szememmel, és nem hallottam a fülemmel, de teljesen biztos vagyok, hogy vele találkoztam, és átformálta az életemet. Mit adhatok egy Istennek? Emberileg semmit, de általa mindent, az egész életemet. Nézzük meg együtt a Szentírást, kérlek benneteket, hogy vagy az applikációban, vagy a Bibliátokban nyissuk ki Márk evangélium a 10. fejezeténél a Bibliánkat. Márk evangélium a 10. fejezetének a 17-es versétől, majd egészen a 34. verséig szeretném, hogyha együtt olvasnánk Isten igényét. Márk evangélium a 10. fejezet, 17-es versétől, 34-es versig. Hagyj kérlek benneteket arra, hogy álljunk föl mindannyian. Azért, hogy fejezzük ki Isten fel az, hogy szófogadóak vagyunk, készek vagyunk fogadni az ő szavát. Jézus Krisztus és a tanítványairól van szó. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Mit mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat? Ne lőj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között, hát akkor ki üdvözülhet, ki menekülhet meg? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme, mi elhagytunk mindent, és követőig lettünk. Jézus így szólt, bizony-bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldeit, én értem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit, most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermekeket, szántóföldet üldözésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Mikor pedig felfele mentek Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, ámélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele fog történni.
Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy emberré lettél értünk. Köszönjük azt, hogy te vagy a megtestesült ige. Köszönöm azt, hogy most is szól az ige hirdetés hozzánk. Segíts a te szent lelked, szellemed által szóljon a szívünkbe mindannyiunknak. Megértsük azt, amit nekünk üzensz egyen-egyenként. Hogy elnyerjük az örök életet, hogy ott legyünk veled, hogy te követői legyünk. Áld meg ezt az estét a te kegyelmedből, a te nevedben, Jézus. Amen. Foglaljunk helyet. Szóval, gazdag ifjú története. Nagyon fontos az összefüggés a Szentírásban. Mikor történik mindez? Úgy kezdődik ez az egész történet, hogy Jézushoz oda visznek gyerekeket, és azt mondják az apostolok, hogy gyerekek, ne szórakozzunk már, hát itt a mester, az Isten fia, nem kicsiben nem játszunk, csak nagy tételben. És azt mondják, Jézus, hogy bolondok vagytok? Ne küldjétek el a gyerekeket, engedjétek hozzám jönni őket. Ilyenek a mennyek országa. És azt olvasjuk, hogy átkarolta őket, megáldotta őket, imádkozott értük. Kifejezte a szeretetét. És ez a fiatal erre buzdul föl, amikor látja Jézusnak a befogadó szeretetét és kegyelmét, hogy hogy viszonyul egy kisgyerekhez. És néztek, mit csinál? Oda fut Jézushoz, leborul elé kérdezni, és mondja, hogy jó mester, segíts, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Nagy kérdés ez. Hogyan lehet örök életem? Hogyan lehet az életem minőségi? Nem csak egy lét, egy létezés, hanem valódi élet, tartalommal, már itt a Földön, és egészen az örökké valóságban. Mert nincsen vége. Gondolj bele, nincs vége. Fel se tudjuk fogni. Hogyan lehet ez? Istenem, segíts! Jó mester, segíts! Érdekes dolog. Oda fut érdekül, és azt mondja, hogy kedves tanító, kedves mentor, kérlek, mentorálj engem. Hogy elnyerjem az öröket. Ez a mentor szó, ez nagyon menő manapság, ugye? Ez a mentor, ez azt jelenti, hogy egyébként benne van a jó, meg én tudom a frankot, csak úgy ki kéne belőlem hozni a legjobbat. És erre kéne egy tréner, egy edző, belőlem hozza ki a maximumot. És oda megy ez a fickó, és azt mondja, hogy Jézus, belőlem ki tudnád hozni? És Jézus egyből segít neki, ugye a fókuszba, te is azt mondja, hogy nézd csak, senki, sem jó, csak az Isten. Tehát ez nem az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy hogy nyerte meg? Ó, senki nem jó, csak az Isten. Hanem ez egy válasz volt a kérdésére. Kedves barátom, a te kérdésedre ez a válasz. Senki sem jó, csak az Isten. Senki sem tud rajta segíteni, csak az Isten. Itt van Isten közöttem. Mondta Jézus önmagára, én vagyok az. Ezt mondja, miért mondasz engem jönnek? Hát senki sem jó az egy Istenen kívül. Terelgeti az embert, hogy vegye észre, hogy Jézus az egyedüli út, Jézus az Isten fia, Jézus által lehet megmenekülni. Látjátok? Ez itt, itt van benne a válasz. Isten akkor Jézus egy picit tovább megy és elkezdi neki mutatni, hogy figyelj csak, ismered a parancsolatokat, igaz? Hogy is van a 10 parancsolat? Most a 4 Istenre vonatkozó, Istenre és emberre vonatkozó törvényt most kihagyjuk, de a 6 emberre vonatkozó. Nézzük csak! Ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne károsíts meg senkit, ugye, ne tanúskodj hamisan, és tiszteld a szüleidet. Ugye ezt mondta Jézus? Miért mondta ez Jézus? Mert a törvényeket kell betartani, és ha a törvényeket betartom, és jó kisfiú vagy, jó kislány vagyok, akkor mehetek a mennybe? Nem! Félértés ne essék! A törvény cselekvéséből még senki nem lett igazzá. A törvény az kérlek olyan, mint egy lázmérő. Megfogod a lázmérőt, amikor rosszul érzed magad, beteszed a hódodalá, vagy a feneket, vagy a szádba, mindegy, csak ne cseréld össze utána, hogyha már egyik a másik helyen volt. Az a lényeg, megnézed és azt mondod, hogy 38,5. És széttöröm a lázmérőt. Nekem nem mondja meg egy lázmérő, hogy beteg vagyok, mert én nem vagyok beteg. Én nem vagyok beteg. Érted? És haragszok a törvényre,
Mert a törvény azt mondja, hogy bűnös vagyok. Utálom a törvényt, utálom a Bibliát. Nekem Isten nem mondja meg! De bocsánat, hát nem attól lettél beteg, kedvesem, hogy beteted a lázmérőt a hónod alá? A hónod alá csak megmérte, hogy mennyire vagy lázas? A másik verzió meg a következő. Nem beteg vagyok, rosszul érzem magam. Jaj, hol egy lázmérő? Jaj, beteszem. Ó, most már meggyógyultam, mert betettem a lázmérőt. 38 fél. Ó, már gyógyulok. Jaj, de jó. 36. Jaj, de jó, megy fölfele, de jó. Érted, és nézi az ember. Ugyanez. Attól, hogy elkezded betű szerint megélni a törvényt, attól nem leszel jobban. Érted? Nem ez fog meggyógyítani. A törvény csak mint egy tükör, a Biblia mint egy tükör, megmutatja azt, hogy Isten eredeti tervétől, amit alkotott, amit tervezett a te életeddel kapcsolatban is, mennyire tértél el? És erre hív vissza, hogy térjél vissza, térjél meg! Térjél vissza! Hűj hozzá az eredetihez! Érted? És azt mondja, nézd csak! Vegyük csak elő, most az istenes dolgokat hagyjuk. Egyelőre, mert látom, hogy arra nem kapcsoltál, hogy itt van Isten jelenléte, itt van Jézus Krisztus, van Isten. Szóval nézd csak! Ne ölj! Ha valaki gyűlölettel gondol valakire, már olyan, mintha ölt volna. Megfeleltél a törvénynek? Semmi gyűlölet, semmi harag, semmi indulat, semmi egy kanál vízben is. De bemeríteném. Úgy hosszan. Szóval értetted ezért? Első. Második. Ne parázálkodj. Szó szerint ne törj házasságot. Mit jelent a házasságtörés? Nem csak az, hogy ja, hát amiben vők házas, addig lehet. Nem, kérlek. A te testedet, amit Isten adott, az az értéket, amit adott neked a szüzességben, az ártatlanságban, az első csóknak az élményében, kinek és hogyan árulod ki, adod oda pénzért, bármi másért, hogy szeretetet vegyél rajta, vagy bármit, amit nem tudsz. Azt mondja Isten, hogy ne törj házasságot, legyél tiszta, várd meg azt a társat, akit Isten hozzád alkotott, hozzád illő. Érted? Beletartozik az önkielégítő életmód, az önközpontuság, a pornográfia és minden egyéb dolog, a petting és a szexuális kapcsolat és minden egyéb, homoszexuális és stb. Ezekről azt mondja Isten, hogy ezek a bűnök utálatosak, de mégis aki benne van, azt az ember szereti Isten, és különbséget tesz az ember és a bűne között, és kész Isten szabadulást adni ezekből. Aztán tovább megy és azt mondja, hogy ne lopj, ne csalj, ne puskázz, ne lopd meg az igazságot mástól. Oké, adóval se semmivel. Ne tanúskodj hamisan, ne rágalmazd mást, ne pletykálj róla, ne beszélj ki a háta mögött. Oké, megvan ez is a parancsolat? Ezt is kiálltad, minden rendben van? Oké, és tiszteld apádat és anyádat. Még akkor is, hogyha elloptak téged. Azért, mert Isten rajtuk keresztül hozott ebbe a földi életbe. Próbáld meg tisztelni. Amennyire lehet és nem ütközik Isten szavába, legyél szófogadó. Fejezd ki feléjük a szeretetedet, azt, hogy megbecsülöd őket, azt, hogy megfontolod a tanácsukat. Ezt jelenti az, hogy tiszteld apádat és anyádat. Elég magas a mérce. Nem is beszélve arról, hogy az Istenről kapcsolat hogy legyen. És erre mit mond az emberünk, ez a fiatal, jóképű, jóvágású, előjáró, olyan vezető alkat, olyan jó módú srác? Azt mondja, hogy mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelt és ezt mondta neki, egy van, ami mégis hiányzik belőled. Na most szó szerint azt mondja ez a srác, hogy Istenem, nem azt mondja, hogy megtettem, tehát hogy kivétel nélkül mindent így tettem, azt mondja, hogy én mindent figyelembe vettem. Mindent így próbáltam élni, amennyire tőlem telt emberileg. És Jézus erre azt mondja, hogy Jézus, amikor ránézett, nagyon megszeretik, az agapé szóban, az azt jelenti, hogy egy kezdeményező szeretet, ami nem tekint a személy érdemeire. Tehát nem azért szerette meg Jézus ezt az embert, kedvesen, mert olyan jó fiú volt, meg olyan, hogy betartotta a törvényt, 10-ből 6 ment neki, ez nagyon jó, hú, az már fele meg van, kettes. Szóval nem ez volt, hanem azt mondta neki, hogy elejétől fogva ezt a fiút is szerette Isten. Ez múlt időben van, mert Jézus szerette őt. Nem akkor szerette meg, akkor látta,
és Jézus szerette őt. Emlékezett rá, tetszett neki ez, hogy ez az ember azért megszületett, itt van, próbálkozik, és Jézus segíteni akar neki, és mondja, hogy figyelj barátom, tök jó az életed, nagyon szépen vagy felöltözve minden ebben van kívülről, egy valamire mégis nagy szükséged van, egy valami hiányzik, egy valami nincs ott az életedben. Másikén mondja a Biblia, hogy mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőséges jelenlétének. És mondja neki Jézus, hogy egy valami hiányzik neked. És akkor ezt mondja neki, menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Hát azt mondja Jézus, hogy nézd csak, tudod, mit kérek tőled? Te eddig azt gondoltad, hogy cselekedetek által lehet üdvözülni. Jézus meg most azt mondja, nézd csak, én meg azt kérem, hogy most hit által cselekedj. Bizalom által, a bennem való bizalom által cselekedj, és lépd meg azt, mutasd meg, hogy mi van a szívedben, a gondolatodban, és add el, amit van, és oszd szét. Ez az oszd szét, ez nem azt jelenti, hogy szóld szét, hogy tudatosan. Figyeld meg, hogy kinek, hova, segítsd őt, figyelj, mi van Isten szívén, és segíts meg így az embereket. Legyél ilyen, aki tudatosan van. Aki látja, merre megy, hol vezet Isten. Oszd szét, amit van, és azután gyere és kövess engem. Lajos is erről beszélt ma délelőtt, hogy a bizalom után, amikor kialakul ez a bizalom, akkor kezdem el követni. Megbízol bennem? Megteszed ezt, kincsed lesz a mennyben. Sokkal többet kapsz vissza, mint amennyit ráadozol. És nézd meg, nem, lépj meg, tedd meg! És aztán gyere, és kövess engem! Gyere! Elvezetlek új dolgokra, jó helyre, Istenhez. A hit cselekedet. Érdekes ez az egész. Jöjjön létre a bizalom. Aztán azt olvasok, hogy erre az lett a válasz, nem az, hogy juhú, nem van úgy, hogy lehet örök életem. Jó mester, mit cselekedjek, hogy megnyerjem az örök életet? De mit cselekedjem, megint csak a cselekedet, a tedd, mit kell még tegyek? Jézus, hát ezt, de ezt így hitből, szívből, teljesen. Minden, 100%-ig. És elborult az arc. És lefagyott. És nem tudott ebben mit kezdeni, értitek? Hogy Isten ezt mondta, Isten nem kérhet ilyet. Ne, hát mindent, az álmaimat, a vágyaimat, a jövőmet, a megtakarításomat, hát ilyen Isten nem kérhet. És elment. És tudjátok, ma azt olvasok, hogy Jézus szerette ezt a srácot. És a többieket is, akik ezt látták, ledöbbentek ezen az eseményen. És Jézus szétnézett, és azt mondta, hogy milyen nehezen mennek be Isten királyságába gazdagok. Nem azt mondta, hogy nem mennek be, hanem azt, hogy nehezen. A gazdagok. Kik a gazdagok? Akiknek van. Annyi van, hogy már félnek kockáztatni. Az anyagi tőkéket, a karrierjüket, a presztízst. Húha! De áldozzam ezt Jézusért. Ó, egy biztosnak tűnő párkapcsolatot. Hú, az álmaimat, a jövőt, hát, de hát annyira építettem, meg figyeltem. De hát nekem vannak barátaim. De nekem van mit vesztenem, én gazdag vagyok. Nekem vannak megtapasztalásaim. Milyen nehezen mennek be a gazdagok, akiknek van, és nem engedik, hogy Isten többet adjon, vagy a jó helyett a legjobbat adja. De talán a rosszat meg jól cserélje. Értitek? Döbbenet. És tanítványok megdöbbennek, Jézus pedig, hogy segítsen nekik megérteni, újból megismétli. És azt mondja, hogy gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Hazugság az, hogy elmondasz egy imát, és meg vagy térve. Az hazugság. Ez nem igaz. Hazugság az, hogyha előre jössz, akkor meg leszel térve. Ez hazugság, nem igaz. Hazugság az, hogyha sok jó cselekedetet teszel, akkor meg leszel térve, és akkor minden rendben az. Nem igaz. Tudod, mi az igazság?
az, hogy nagyon nehezen lehet bejutni Isten királyságába. Nem bonyolult, mert pofon egyszerű, csak marha nehéz, mert azt kívánja Isten, hogy mindent adj oda neki. 100%-ig az egész életedet, mindened, amit van, és minden, ami vagy, add oda neki. Nem csak a bűneidet, hanem mindent, ami jól működik az életedben, azokat is. A titkaidat, mindent adj oda Istennek. Ezért nehéz. Mert az ember nehezen szánja rá oda magát, hogy oda adja a szívét, a kezét, az egész életét valakinek. Mert olyan sok csalódáson átestünk már. Annyira fáj, annyira deformál bennünket a bűn, eltávolít Istentől, nincs az a bizalom felé. Nem érezzük az ő szeretetét, az ő kegyelmét. És ezért mondja Jézus, hogy ezért lehet nehezen bejutni Isten királyságába. Egyszerű, mert egyszer az út Jézus Krisztus által, hogyha mindent átadsz neki, mert ő mindent odaadott, érted? Így lehet bejutni Isten királyságába. Egyszerű, csak nehéz, mert húsba vágó. És egy olyan döntést követel, ami az egész életedre kihat. Nem csak a jelenlegi földi életedre, hanem az örökké valóságra. Hogy hol fogod tölteni? Ezért nehéz. Nehéz, mert azt kell mondjad, hogy túl kell lépjem a határomat, és tennem kell egy olyat, amit lehet, hogy még nem próbáltam. Én nem próbáltam így bízni Istenben. Ezért van az, hogy sokan azt mondják, hogy a hit az csak egy mankó, mert azt látják, hogy amikor az ember teljesen összetörik, mindent elveszít, és már nincsen veszteni valója, akkor adják az életét Jézusnak. Milyen nagy kegyelem, hogy Isten ezt a használt, törött életet is elfogadja. Ugye? Adnék valakinek egy rágót, tessék, itt van. De várjál, itt ezt egy kicsit rágtam, ezt kéne. Meg a feleségem is rágta, aztán közben átadta nekem egy csókolosztot, és akkor odaadom nekem, jó? Fúj, már ketten is rágták. Gondolj bele, hogy lehet, hogy a te életedben mennyi minden történt. Hányan végiggyalogoltak a szíveden? Hányan összetörték? Kiknek? Miket adtál oda? És Isten még így is elfogadja. Át kell menjél egy válláson, és komolyan vedd Jézus Krisztust is, megismerd, átadd az életedet. 40 évesen tönkrement élet kell ahhoz, vagy egy 70 éves leélt élet, a semmiről szóló élet, egy rossz házasság, mi kell ahhoz, hogy megtérjél? Akkor jutsz el oda, hogy akkor már nincs vesztenivalóm, és átadom Jézusnak. Miért nem adod át most? Hogy jó kezekben legyen, ahol a rozsda és a moly, a tolvajok nem nyúlhatnak hozzá és biztonságban van. Ahol örök élet, minőségi élet van nála, örökké tartó. És ez nem szűnik meg, mert Jézus rá a garancia. Érted? Egy fantasztikus hír, szerintem. Mondja Jézus, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ha hoztam nektek egy kis diát, és szeretném megmutatni, hogy mi is ez a tűfokán a teve. Volt a kép egyébként, biológus végzettség vagyok. Tehát Jeruzsálemben van egy tűfoka nevű kapu. Ha látjátok, nektek a jobb oldalra van is egy ilyen faragvány az egyik kapun, ahol egy teve lehasalva próbál egy nagyon szűk kapun átmenni. Tehát ez nem csak egy fikció volt, hanem ez valószínűleg ez egy valóságos helyzet volt, egy tűfoka, ez egy létező kapu volt. Látjátok, hogy ott van egy ember, próbál bemenni rajta, hát egy elég kicsi luk. Nagyon nehéz rajta bemenni. Na most a teve, az meg egy nagy állat, egy nagy puppal a hátán. Igen, már ez is gond. De mire használják a tevét? Hát teherhordásra, tele van pakolva mindennel, főleg azok a karavánok, amikkel átmennek ugye a sivatagon. És még egy dolgot tudni kell a tevéről. A tevének nem olyan jó érzés térden csúszva, mászva, hogy előre menni. Tehát még éppen leül, meg föláll, amikor valaki ráül hátára, de nagyon utálja azt a teve, hogy térdein előre menni. Tehát éppen ezért ezt nagyon kevesen tudják megcsinálni a teve hajcsárok, a teve tartók közül, hogy rábírják a tevéjüket arra, hogy az letérdeljen és térden kúszza. És gondoltok bele, hogy ezt mondja Jézus, hogy amikor a teve megérkezett ehhez a kapuhoz, mit kellett tenni? Le kellett róla venni a terheket, meg kellett hajtsa a fejét és a térdeit, és alázattal kellett átmenjen ezen a kapun.
Ezt mondja az Úr Jézus. Le kéne tenni dolgokat az életünkben, amiket cipelünk magunkkal. Terheket, súlyokat, olyan dolgokat, amiket nem Isten tett oda, Isten nem kért. Le kéne tenni. Meg kéne hajtsuk a térdünket és a fejünket. Meg kellene valljuk azt, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra. El kellene mondjuk azt, hogy elrontottuk az életünket, és bűnösök vagyunk, és a magunk útján jártunk. És Jézus nélkül nem tudunk új életben járni. Nincs örök életünk Jézus nélkül. Nem tudunk Istenhez közel kerülni Jézus Krisztus áldozata nélkül. Azt mondja Jézus, könnyebb egy tevét rábírni erre, nagy melóval, mindennel, mint hogy néhány olyan ember, aki azt hiszi, hogy ő neki olyan sok mindene van, és van egy csomó veszteni valója, hogy ő megalázza magát és ezt megtegye. Amikor ezt meghallották a tanítványok, még jobban megörökönyödtek, és ezt kérdezték egymástól, hát akkor már végleg nem tudjuk, hogy ki üdvözülhet, azaz ki menekülhet meg, ki kerülhet a mennybe. Tehát ez a fickó, ez egy tök jóvágású fiatal, komoly hívőnek látszik, egy ígéretes tehetség, gyülibe és szolgálatok tekintetében jól is adakozik, jó tized, de jó lett volna, hogy megtér. De akkor Uram, ő úgy nézett ki kívülről, mint aki tök kóser. Hát akkor ki üdvözölhet? És erre mondja Jézus azt, hogy tudjátok, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Mit is jelent ez pontosan? Hát ez jelenti, hogy emberileg lehetetlen. Emberileg nem lehet üdvözölni. Ezt kimerem jelenteni. Bármit csinálsz, bármilyen praktikát űzöl, bárki bármit csinál veled, nem tud üdvösséget, nem tud örök életet adni, még megszabadítani, még meggyógyítani se tud teljesen. Feleségem orvos. Tudom, hogy a beteg vagyok, még ő se tud meggyógyítani. Persze makacsis vagyok, az az igazság, de értitek, nem lehet. Nem lehet. Emberileg nem lehet. Csak Isten által lehetséges. Amikor mi azt mondjuk, hogy hogy tértünk meg, akkor a megtérésünkben azt mondjuk el, hogy mi mikor jutottunk el egy felismerésre, hogy elveszettek vagyunk, és mikor hoztunk egy döntést, hogy átadjuk Jézusnak az életünket. De ez egy emberi oldal. És ha a megtérésünket, az Istenhez való fordulásunkat, ami teljes tiszta szívből történik, nem követi Isten részéről, felülről való születés, egy újonnan való születés, a Szent Szellem, Szent Élek által, akkor az egész az csak egy vallásoskodás. Egy szerepjáték, amiről volt szó délelőtt is. Értitek? Ha Isten nincs ott, emberileg nem tudjuk megtenni. De van egy jó hírem. Csodálkozunk, akkor kinek lehet? Van egy jó hírem. Isten nem látszat alapján ítél. Ő nem csak azt látja, amit a szemével lát, hanem belelát az emberek szívébe, és látja a szívünket. És tudja azt, hogy ki, hogy van itt, ki milyen állapotban van, vagy volt, vagy lesz. És nem látszat alapján ítél, hanem látja a múltunkat, látja a jelenünknek az elrejtett részét, komplexen, hogy kik vagyunk, látja a jövőnket, és kész elénk tárni az örök élet lehetőségét, és meghívni bennünket egy vele való, örökké tartó, minőségi életre. Ez a Jézus Krisztus az. Péter megért ebből valamit, és Péter azt mondja, hogy tehát mindent vagy semmit, Úr Jézus, mi elhagytunk mindent. És követői lettünk. Megéri. Néha keresztényként is az ember elbizonytalik, hogy megtértem, de tényleg megtértem, mert most történtek rossz dolgok az életemben. Tényleg átadtam az életem Istennek? Tényleg létezik Isten? Sőt, ne találtál még avval is kísért a sátán némelyeket közülünk, hogy te már biztos elköveted a Szent Szellem káromlást, a Szent Lélek káromlást, és neked már nincs megbocsátás. És ha úgy vagy itt, hogy ez fáj, és ez zavar, akkor hogy mondjam el, hogy nem követted el, mert Szentlélek nélkül nincs bűnismeret és bűnbánat. Akkor nem követted el. Akkor van lehetőség megtérni ebből is. Érted? Azt mondja neki Jézus, bizony, mondom neked, akkor Jézus így kezdett, bizony,
Amen, amen, lego, humilio. Akkor így kezdi. Az azt jelenti, hogy ez az üdvösség szempontjából fontos. Legalább annak a személynek, akinek mondja, de lehet, hogy nekünk is a dolog, aki fontos. Bizony, bizony, mondom neked, nincsen senki, aki elhagyta házát, vagy testvérét, anyját, vagy anyját, vagy szárnyaföldét, én értem, és az evangéliumért. Mit jelent az elhagyni? Nem azt jelenti, hogy nem foglalkozok a szüleimmel, hiszen pont erről szólt, tiszteld apádat és anyádat, hanem azt jelenti, hogy nem bújok többet a szüleim mögé, nem bújok a feleségem mögé, nem elsődleges az én vágyam, az én élvezetem, a munkám, hanem mindezt háttérbe helyezem. Ahhoz képest, amennyire Jézus elő van, amennyire őt szeretem és őt emelem föl, ehhez képest, a szeretethez képest, szinte meggyűlölöm őket. De azt nem azt jelenti szó szerint, hogy meg kell gyűlölni, ez egy sarkosítás. Ez egy kiélesített helyzet, hogy annyira megkülönböztetett szeretettel szeretem az Urat. Azt mondja Jézus, nézzétek, aki ezt meghozta, aki lehet, hogy összeveszett a szüleivel, amikor megtért. Nálunk sok ilyen van a gyülekezetben, majdnem mindenki a világi háttérből. Tudod, hányaknak adták ingyen a bemerítést? Hát talán egy embernek, vagy kettőnek. Összes többieknél veszekedés, vita volt otthon. Hülye vagy, fiam, elmegy az élet mellette, normális, hogy szektás vagy, elveszik a pénzed. Mentek ezek a gondolatok. Miért? Mert egyébként a szülők szeretik a gyerekeiket. De szeretetből volt, mert nem értették ők még nem ismerik így Jézust, nincs bizalom. És ott dönteni kellett, hogy vagy megromlik a kapcsolat átmenetileg a családommal, barátaimmal, vagy Istent hanyagolom és Istent teszem hátra az életemben. És tudjátok, aki úgy döntött, hogy Jézushoz közeledik, és Jézus mellett döntött, a családját helyzetbe hozta, közel hozta Jézushoz. Nem eltávolította, pillanatnyilag, rövid távon úgy tűnt, mert veszekedés, vita, rossz hangulat, de közben pedig Isten munkálkodott a szívekben. És amikor eljöttek, akkor megragadta Isten a szívünket. Volt, aki meg is tért. Volt, aki megjött. Volt, aki elkezdte az ott olvasni a Bibliát. A gyereke bizonságtételre láttál. Hogy nem csak úgy beszél Jézusról, hanem az egész életét képes volt halálba adni a víz alatt, és egy új életre föltámadni Jézussal. Érted? Nincs senki, aki odaadja Jézusért és az evangéliumért, aki ne kapna százannyit. Most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermekeket, szántóföldet, hogy kell ezt érteni? A gyülekezet tényleg nem Isten családja. Én amikor megtértem nekem, akkor nem voltak barátaim. Én szkinhead társaságban jártam, volt horogkeresztem, nyilaskeresztem, és akkor megtértem és ezeket elkezdtem kidobálni, akkor a barátaim elfordultak tőlem, az akkori barátaim. És ott voltam egyedül, hogy már a világi barátaim, a régi életemben szerepet játszó emberek elhagytak, de keresztényeket még nem ismertem. És nagymamám, aki komoly hívő volt, aki nagyon sokat imádkozott azért, hogy megtérjek, most nagyon az Úr Jézusnál van, ő azt mondta, hogy hé, befizetlek, menjél egy baptista táborba. És 2003-ban elmentem Sástóra. És hát, megmondom őszintén nektek, hogyha nem tudtam volna, hogy tatám és mamám egyetlen egy nyugdíjból élnek is, nagyon szerény körülmények között, és félretették és porolták nekem ezt a pénzt az útra, mindenre, kedvem se lett volna elmenni. Így se volt nagy kedvem, de elmentem, meg kifizették. És elmentem, és elhiszitek el, de én egy ilyen visszahúzódó, csöndes, senkihez nem szóló ember voltam. Bazsa Krisztián itt van, ő tudja tanúsítani. Így van, ott van. És képzeljétek el, akkor volt három személy, akivel megismerkedtem, és nagyon jó barátok lettünk. Tóth Sándor, Kovács Dániel és Bazsa Krisztián. Első barátaim, akiket megismertem. Isten megemlékozott. És én nem éltem át addig ilyet, hogy Debrecen ifi konfés, hogy gyere aludj nálunk! Nekem a szüleim elváltak, mondom, tehát én úgy mentem vissza, albérletbe mentem Szegedbe, és akkor ó, figyelj, még csomagolunk neked egy kicsit, ó, figyelj, még a többi napra is egy kis kaját. Miért? Hova csöppentem? Olyan érzés volt, mint akik a családjukba befogadtak engem. Érted? Tényleg Isten családjába kerültem. Édesapám lett az Isten, és van egy csomó testvérem, Jézus Krisztus által. És tényleg így érzem, hogy kaptam nagymamákat, kaptam apukákat, anyukákat. Nekem nehéz volt, mert apukám sokáig nem tért meg. Nekem Kovács Gézlási, Tóth Sándor, mint hogyha valahogy az édesapám is lett volna. Értitek?
És azt mondtam, hát adtam Istennek, hogy van egy mennyei édesapám, meg adott egy olyan pót édesapát. És pár évben megtért apukám. És kaptam, visszakaptam a biológiai apukámat is Istentől. Ez egy nagy áldás. És ez egy kegyelem. Én nem tudok értem mit tenni. Isten ajándéka. Isten munkája. De komolyan vettük, megragadtuk, imádkoztunk, mondtam nekik a megmentő üzenetet, amikor csak lehetett. Próbáltam úgy élni, hogy lássák az életemben, hogy kicsoda az a Jézus. Értitek? Azt mondja Jézus, ez vár ránk üldözésekkel együtt. Milyen jó, hogy ezt is mondja a Biblia. Barátom, ha keresztényé leszel, lesznek nehéz pillanataid, lesznek nehéz óráid, lesznek meg nem értések, kigúnyolások, kiközösítések. Ennek ellenére érdemes vállalni. Sőt, még ha ez mind nem lenne elég, még az eljövendő világban az örökké tartó minőségi életet. És Isten odaadja neked. És tudod, mely újra, aki befogadta Jézus, nem örök élete lesz, hanem örök élete van. Ettől a pillanattól véget nem érően. Isten mellett. Ó, halleluja! Ez nagyon jó hír. Örök élete van, nem lesz van. Hisz Jézusban. Ezt mondta Jézus. Jövendő világban pedig az örök életet. És van egy mondat itt, ami itt egy nagyon fontos. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Elsőből utolsó, utolsóból első. Utolsóból csak akkor lehet első, ha megérted, hogy mindent oda kell adjál az életed. Jézus Krisztusnak. Tudodjátok, hogy én 2,5 éven keresztül csak az utolsó padsorban ültem? És úgy jöttem én, nagyon-nagyon fifikás voltam. Úgy jöttem Isten tisztelt egy kopra, ima óra után, ebből 10 órára, hogy versünk, és vége volt, akkor sosem eltűntem. Tehát kivétem, hogy bárki hozzám szóljon. Bárkivel megismerkedjek. Csináljátok egy páran, ezt tudjátok, hogy beszélek. Ugye? És az utolsó padsorban is azt mondta Jézus, hogy az utolsókból lehettek elsők. Mondtam nektek, milyen áldásokat éltünk át, hogy Isten megeldékozott egy feleséggel, egy gyermekkel, részt vehetek Isten munkájával, láthatom új gyülekezet születését, láthattam emberek megtérését, csodákat éltünk át. Pedig az utolsó voltam. Érted? Nem hívő családból, bűnökből, a szüzességemet elvesztve, és Isten mégis fogadott. Érted? Utolsóból lehetsz első, ha kész vagy mindent odaadni Jézus Krisztusnak. És első maradhatsz, ha kész vagy mindent odaadni Jézus Krisztusnak, és követni őt. Milyen alapon kéri Jézus? Most a végén járok egyébként az igehirdetésnek, csak mondom ennyit, mert nem veszek sokat. Miért kérhet ilyet Jézus? Adj oda neki mindent. Tanítványok sokkolódtak, amikor beszélt ebből a fiúval, ebből a szerencsétlen, jóvágású, olyan lelkes, olyan srácok. És akkor Jézus utána kezdi elmondani nekik, hogy akkor felfelé mentek Jeruzsálembe vezető úton, ugye miért mentek Jeruzsálembe? Jézus tudta. Jézus előttük haladt, akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, mert sokan azt mondták, hogy most inkább nem üldözésekkel együtt lemondani, vágyak minden. Nem, inkább nem. De akik mégis követték, azok féltek. Tisztelet volt bennük. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, átadják a pogányoknak, kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva föltámad. Kész vagy követni egy ilyen királyt, aki ilyen nehézségeken ment át, érted és értem? Aki kész volt mindent odaadni, nem csak az életéről van szó, mindig itt fönnagadunk, hogy hú, Jézus adta az életét és nekart. Hát az is nagyon nagy dolog. A méltóságát, a becsületét leköpték, megalázták, különben mindent adott, a karrierjét, a fiatalságát,
33 éves volt, 32 vagyok, érted? Fiatal ember volt. Mindent odaadott. Miért? Mert látott téged és engem is, azt mondta, hogy kész oda tenni magát. Érted és értem. Mert még lehetsz első. Mert Isten nem mondott le rólad. Mert mit mondott a gazdag ifjúnak? Látta őt, és mindig is szerette. Nem azért, amit megérdemel, nem az érdemeiért. Nem mert szeretetre volt méltó, hanem egyszerűen mert hozzátartozott, ő alkotta. Az ő teremtője, az ő gyermeke. Érted? Ez egy fontos üzenet. Jézus kész volt az életét odaadni. Érted és értem. És van egy jó hírem, nagyon-nagyon-nagyon jó hírem. Jézus Krisztus nincs a sírba, mert feltámadt és él, halleluja. Ez egy jó hír, ez a reménység, mert Jézus meghalt értünk. És ennél nagyobb áldozat nincs, ennél jobban nem tudta kifejezni, hogy szeret téged meg engem. Odaadott mindent, de jó hír az, hogy föltámadt és él. Ő Isten, neki van hatalma, ereje, a szeretete, az irgalma, ma is működik. Ma is itt lehet, itt van közöttünk, és képes ma is megváltoztatni emberek életét. Nem én, nem a konferencia, hanem Jézus Krisztus, ha kész vagy mindent odaadni neki az életedből. Érted? Szeretném azt, hogyha ezen gondolkodnál most egy pár percig. Szeretnék két felhívást tenni ma este. Az utolsóknak és az elsőknek. Kedves utolsók! Nektek, akik úgy érzitek magatokat, vagy tudjátok, vagy mások mondják is, vagyok, hogy utolsók vagytok. Egy utolsó bűnös, egy utolsó tróger, egy utolsó bármi. Ha tudod azt, akkor szeretnék neked egy meghívást tenni az Úr Jézus nevében. Add át az életedet Jézus Krisztusnak. Hagyj szülhessen újjá Isten kegyelme és szeretete. Hagyj ismerd meg Isten családját. Akik befogadják Jézust, ezt mondja Biblia, azokat ő felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Itt van előtted egy meghívás. Kedves olyan utolsók, akik régen elől voltatok. Nem fizikailag, de lelkileg. Akik lecsúsztatok, elhagytátok Istent, hátrahagytátok az elhívásotokat, pedig Isten elhívott benneteket, tehát hogy még pásztori szolgálatra is elhívott Isten, tehát egy nagy dolgokra, és elhagytad Isten. Hagyj mondjam neked azt, hogy térjél ma vissza hozzá, úgy, hogy mindent átadsz neki. A bűneidet és a jó dolgaidat egyaránt. Mindent. Gyere Jézus Krisztushoz. Az első meghívásom, tehát az utolsóknak szól. A második meghívásom pedig az elsőknek, akik elő vagytok, szolgáltok, ott vagytok, vagy Isten tudod, hogy hívna, hogy lépjél ki még egy lépést. Gyere, vállalj többet szolgátokból, terhekből, köteleződj el a gyülekezet mellett. Lehet, hogy még nem vagy bemerítkezve, Isten most szól. Ez a gazdag ifjú így kérdezte, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus már nem cselekedettek ilyen. Az apostolok cselekedetei 2:37-ben pedig ezt olvassuk, pünkösdi prédikációkor, mint a szíven találta volna őket az ige hirdetés, és ezek az emberek azt mondják, hogy most mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Itt nem a cselekedetem volt a hangsúly, hanem hogy nem tudom, mit csináljak. És azt mondja nekik Péter, térjetek meg, azaz gyertek haza Istenhez, térjetek haza Istenhez, térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be valamennyien. Jézus Krisztus nevében is megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Isten jelenléte betöltözik az életetekbe. Örök életben lesz részetek. Azt mondta neki, hogy erre hívlak benneteket, kedves elsők, akiket hív Isten, hogy gyertek előre. Benneteket pedig arra hívlak, hogy állj be a szolgálatba, köteleződj el, vállalt fel, amit Isten mondott neked. Az elhívásod, ne hagyd! Elfecsérelni a kegyelmi ajándékokat, a kegyelmet és az ajándékot, amit Isten adott az életedbe, hanem akarod oda tenni Isten kezébe. Szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, végig gondolnánk, szerintem most jöhetnek akkor a többiek is. Pár percig, azt kérem, hogy egy pár percig, ezt tényleg vegyük most komolyan, jó? Tudom, hogy szoktatok beszélgetni, meg ott hátul is, ott ültem végig, a sarokba hallottam, ilyen parti megy, egy az alkalmakat, és hadd kérjem, 2 perc csak.
ez a csönd az Istennel való személyes kapcsolatunkra fog menni. Beszéljük meg Istennel. Ha úgy gondolod, hogy itt az idő, hogy átad az életedet Jézusnak, hogy rendezd a bűneidet, akkor vannak itt segítők, akik azért vannak, hogy imádkozzanak vele együtt, segítsenek neked, ott legyenek, támogassanak, bátorítsanak ezen az úton az első lépések. Hogyha rendezni valót van, úgy gondolod, hogy lehet, hogy meg vagy kötözve, segítségre van szükséged, akkor első körben benneteket fogunk válni. Második körben pedig azokat, akik úgy érzik, hogy Isten hívja őket, álljanak be a szolgálatba, köteleződjenek el, vállalják fel az elhívásokat. Mert Isten valószínűleg sokatokat elhívott a szolgálatra. Szükség van Magyarországon normális gyülekezetekre, új gyülekezetekre, élő keresztényekre, akik a munkájukban, a tanulmányaikban, az életük minden területén képviselik Jézus Krisztust és az evangéliumot. Hagyjuk meg a fejünket, és egy két percig cserünk Istennel. Jézus, köszönjük, hogy Te a szíveket vizsgálod, és nem látszat alapján ítélsz. Köszönöm, hogy megítéled a szívünk gondolatait. Kérlek, Uram, segíts azoknak, akik most küzdenek, akik érzik azt, hogy hívod őket, ki a régi életből, a bűnökből, segíts nekik, hogy vegyék észre, hogy Te kész voltál mindent odaadni értünk, hogy örök életünk lehessen. Hogy születhessenek meg, hogy születhessenek újonnan, és nyerjenek örök életet, hogy nekik bátorságot erre, hogy kimerjenek jönni ebből a kényelemből, a múltból, bűnökből. Szeretnék azokért is imádkozni, akik úgy vannak most itt, hogy ön, elhagytak téged, de készek komolyan venni a meghívásokat, és beállni ebbe a szolgálatba, ebbe az örökké való szolgálatba. Segíts őket, Istenem, hogy rendezik az életüket, és vissza tudjanak térni hozzád. És ezeket is imádkozom, Istenem, akiket már régóta hívsz, hogy növekedjenek, lépjenek egyet előre, köteleződjenek el, merjenek jobban belemenni a szolgálatokba, használni az ajándékokat, belépni az elhívásukba. Adj nekik is olyan bátorságot, hitet, tőled jövő bölcsességet, a Te Szent Szelvednek az erejét, megmerik ezt lépni, és bemerjenek állni a gyülekezetbe, a szolgálatba. Követői legyenek, hogy téged kövessenek, Úr Jézus. Így imádkozom mindenkit, hogy könyörülj rajtunkat a nagy hatalmaddal, a kegyelmeddel, a örök szereteteddel, és segíts nekünk, hogy őszinte megértésre kell megtérés jussunk, hogy meggyógyíthass bennünket, hogy helyreálljon a kapcsolatunk veled, és lehetünk más emberekkel is. Ezt kérem a Te nevedben, Jézus. Amen. Hagy kérjem azt, hogy hagyjuk még egy kicsit meg a fejünket. Tényleg azért kérem, hogy hagyjuk meg a fejünket, és csukjuk egy a szemünket. Szeretnélek arra bátorítani benneteket, akik most vagytok itt úgy először, hogy készen vagytok az életeteket átadni Jézus Krisztusnak. Álljatok fel a helyeteket. Azért kérem, hogy nyugodtan hajtsuk meg a fejünket. Most még nem fog látni senki. Az Úr lát, kérlek téged, hogy állj föl a helyedet. Isten felé megmutat, hogy itt vagyok Istenem. Készen állok, hogy átadom az életemet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vannak-e olyanok, akik most pedig úgy vannak itt, akik már átadták az életüket Jézus Krisztusnak. De bűnökben élnek, eltévedtek Istentől, elhagyták Istent. Elhagyták az elhívásokat, a helyüket. De most készek
őszintén bűnbánattal megtérni és visszaállni, visszajönni Istenhez. Kérlek most benneteket, ti is álljatok föl. Ti is mutassátok meg Isten előtt azt, hogy készen álltok arra, hogy Jézus Krisztus mellett álhatatossággal ott maradjatok. Aki van ilyen közöttünk, kérlek benneteket, Isten előtt mutassátok ezt, álljatok föl álhatatossággal. Készek vagytok harcolni a hit harcát, hátat fordítani a réginek, a bűnnek, és Jézussal egy új, örök, teljes életben járni, mások üdvösségét munkálni, bűnhelyet. Van-e még valaki, utoljára kérdezem, aki arra kész, hogy a bűnben levő keresztény életét, ami mocskos, azt megtisztítsa, odahozza Jézusot, nem megtisztítsa, hogy nem tudja, de Jézus az ő megtisztítsa Jézus. Van-e még valaki, utoljára kérdezem, az most álljon föl. Erre kérlek benneteket. Komoly döntés, nagy döntés. Isten látja a szíveket, hogy kinek van ez a szívében, őszintén és komolyan. Hadd kérjelek meg benneteket, hogy gyertek ide előre, hagyd tudjunk imádkozni veletek. Hagyd tudjunk imádkozni, értetek? Gyertek nyugodtan, induljatok el előre. Gyertek nyugodtan. Többiek meg bátran emeljétek fel a fejeteket. Nézzétek meg, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata ma is élő és ható. Ő embereket ment, ő gyógyít, ő helyreállít, üdvözi, megment embereket. Helyreállít. Hagy gondolkoztassalak el benneteket, kedves első, és hagy menjen az utolsó felhívásom majd. Kik vagytok készek arra, hogy beálljatok ebbe a munkába, a lélekmentés munkájába? Jézus Krisztus szolgálatában, lépni egyet az elköteleződésben, a szolgálatban, az Istennek való odaszállásban. Akik kész vagytok erre, az életetekben lépjetek egy lépést előre, arra bátorítanak benneteket, hogy álljatok föl a helyetekről. És imádkozzunk együtt. Hogy készek vagytok arra, hogy még egy lépést tegyetek. Ha kész vagytok, akkor álljatok föl. Utoljára fogom mondani, nem fogok senkit kérdelni. Aki kész arra, nem embereknek, hanem az Úr Jézusnak szolgál, oda tenni az életét, arra, hogy Jézus kövesse, másokat is segítsen erre az útra. Hadd kérjelek benneteket, hogy most álljatok föl. Egy kicsit várok, és utána fogunk imádkozni, jó? Amíg a többiek értet imádkoznak, mi szeretnék veletek együtt, értetek is imádkozni mikrofonba, és áldást kérni az életetekre. És természetesen, hogyha ti is szeretnétek azt, hogy valaki imádkozzon veletek, imádkozzon értetek, áldást kérjen az életetekre, segítsen, legyen tanulja annak, hogy milyen döntést hoztatok, akkor nyugodtan ti is jöhetek előre, és értetek is fognak, hogy fogunk imádkozni. Jó? Bátorítalak el, és írjátok föl magatoknak. Ma hoztam egy döntést, mert Jézus Krisztus áldozatát megértettem. És ezt határoztam el. Írd föl magadnak, hogy ott legyen a fejed. Van-e még valaki? Az álljon föl, és akkor elkezdünk imádkozni. Jó? Ti is magatokban, én is imádkozom. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy nagy közben járunk vagy az Atyánál. Köszönöm azt, hogy elküldted a pártfogót, a vezetőt, vigasztalót, a te szellemedet. Köszönöm azt, hogy azért jöttél el, hogy a bűnökből kimentsél bennünket, hogy megigazíts, igazzá tegyél Isten előtt. Köszönöm, hogy nem azért, hogy kárhoztas, hogy elítélj bennünket. Hálás vagyok azért, hogy ebbe a kegyelemnek, a dicsőségnek, ebbe a munkájába állhatunk bele mi is. Nem a kárhoztatás szolgálatába, hanem ennek a dicsőséges kegyelemnek a szolgálatába. Így imádkozom a testvéreimért, Uram, akik kész voltak arra, hogy odaszállják az életüket, hogy szolgáljanak neked, hogy beálljanak, Uram, az elhívásukba, komolyan vegyék, Uram, a szolgálatot, hogy téged követnek, Úr Jézus, komolyan veszik azt, hogy elköteleződnek egy gyülekezet.
gyülekezet mellett készek arra, hogy meglépjék akár a bemerítkezést is, Uram. Őértek imádkozok, járasz ki, Uram, a Te kegyelmetet, a szellemedet rájuk, töltsd be őket, Uram, teljesen, hogy erővel, hittel, hatalommal tudjanak bizonyságot tenni rólad, hogy érezzék minden nap, hogy Te velük vagy a világ végezetéig, és hagyd tudjanak tanítványát tenni sokakat, lássanak újjászületéseket, megtéréseket, Uram, a Te kegyelmedből, hagyj érezzék át, hogy milyen jó vagy, nem csak velük, hanem másokkal, hagyj legyenek ők áldottak, és legyenek áldássá mások számára, a családjukban, a baráti körükben, a munkahelyükön, az iskolában, a szomszédságban. Így imádkozom értük, Uram, legyenek tanúi, legyenek só és világosság. Uram, segítsd őket, hogy készek legyenek, hogy fölgerjedjen bennük a kegyelmi jelenlét, hogy beálljanak arra a helyre, amit Te készítettél nekik, hogy szolgáljanak, hogy itt üljön a gyülekezet, itt üljön az eklési, az egyház ezáltal. Köszönöm, Uram, segíted őket, támogatod őket. Köszönöm azt, hogy Te fogsz nekik bölcsességet és iránymutatást, útmutatást adni. Így legyen a Te áldásod, Te békességed rajtuk, Úr Jézus. Őrizd meg a gondolataikat és a szívüket Te benned, Jézus. Ezért imádkozom a Te nevedben. Amen. Amen. Köszönöm, hogy figyelmesen hallgattatok. Áldjon meg bennetek az Úr Jézus, és adjon még neki dicsőséget a dicsőítésre.